800 millió közelében az ötös lottó főnyereménye. Weiss Viktor és a szerencse. A kreatív építészek szerencsés alkotótábora. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencse Híradó. Ma Esztergomban fogunk játszani a sorsjegy csomagokért. Gondolatban még visszautazunk a művészetek völgyébe, ahol a Hellowood építészeti alkotótáborába is belesünk. Weiss Viktor édesapja gitáros volt, tőle örökölte a zene szeretetét. A Szerencse szombatba Sosem elég egy nyár című dalát hozta el, amivel mi most itt a kánikula közepén annyira nem tudunk egyetérteni. A Sosem elég egy nyár című dalom a lemezemnek a címadó dala. Ez a lemez abból az apropóból készült, hogy most már 12. éve a Balaton partján Sóston lépek fel egy kis klubban, és minden nyáron 70 koncertet csinálok ezen a helyen, és hát bizonyítják az évek száma, hogy nem elég egy nyár, sőt most már 12 sem elég, mert még szinte le sem ment a nyár, de már tudom, hogy a következő 5 évre is ott leszek, tehát egészen 2020-ig biztosan fellépek ott folyamatosan. Úgy gondolom, hogy teljesen jól állok a szerencsével, nagy nyereményeim nem voltak. Szoktam mondani, hogy ha feladom a lottot, akkor van esélyem, hogy nyerjek. Kaparós sorsjegy, néha ilyenek meg, hát barátokkal, amikor van idő, akkor kártyázunk, és ott azért van szerencse bőven. A Szerencsejáték ZRT háziasszonya Nyíri Zsuzsi. Zsuzsi, készültem neked kivételesen egy feladattal. Az eddigi nyári játékaink során pontosan 100 kérdést tettünk föl játékosainknak. Tudod-e, hogy hány helyes választ kaptunk rájuk? Géza, szerintem se te, se a nézők nem lepődnek meg azon, hogy tudom a választ, sőt, tovább is passzolom ezt a kérdést kedves első játékosunknak, aki már itt is áll melletted. Megkérlek, mutatkozz be! Sziasztok, Calvin Zsófi vagyok. 50 másodperc alatt 5 kérdést fogsz kapni, minden egyes helyes válasz egy sorsért csomagot ér, ha nem tudod a választ, passzol, nyugodtan visszatérünk rá. Jó, rendben. Zsuzsi, indítsd az órát és tedd fel az első kérdést. Idén nyáron már pont 100 darab kérdést tettünk fel a Szerencse Híradó sorsegyes játékában. Hány darab helyes választ kaptunk? 42 vagy 66? 66. Nagyon jó. Sok választ, éreztem, sok jó hogy ez lesz a jó válasz. Gyerünk tovább. Ki az esztergomi érsek 2002 óta? Erdő Péter. Két jó válasz. Melyik lottójátékon van a teli találatra a legnagyobb esély? 5-ös, 6-os vagy a skandináv lottó? Skandináv. Három jó válasz. 116 éve a mai napon született Alfred Hitchcock angol filmrendező. Melyik nem az ő filmje? Madarak, a köd vagy a pszichó? A köd. Négy jó válasz. Ha a 11-es úton haladok Esztergomból Szentendrére, 6 településen utazok át. Sorolj fel ezekből legalább 4-et. Tehát Esztergom, Dunapart, Szentendre. Igen, felé. Igen, akkor Pilismarót, Dömös. Igen. Vár is van ott. Visegrád. Igen, és még egy. És Bubánat vagy. Vagy az nem jó? Nem, lejárt az idő. Dunavogdány, Tahitól falu, Lányfal. Igaz, a síró kisbaba kicsit nehezítő körülmény volt, de így is 4 jó választattál, gratulálunk. Köszönöm szépen. Szeretettel nyújtom át a nyereményedet, a 4 darab sorsjegycsomagot. Köszönöm. Gratulálok. És most szokás szerint következzenek a nyeremény információk. Az 5-ös lottón a 28 darab 4-es tulajdonosa több mint 2 millió forintot nyert. A 6-os lottón az 54 darab 5-ös 303 ezer forintot fizet. A skandináv lottón a 62 darab 6-os nyereménye több mint 300 ezer forint. A Jokeren egy szerencsés kap 1 millió forintot. A Luxorban az 1 darab teli találatos tulajdonosa több mint 7 millió 600 ezer forintot vihet haza. A Totón 12 meccsre 5 játékos adott jó tippet, nyereményük közel 4 millió forint. Az Eurojackpoton a 3 darab 5 plusz 1-es bruttó 340 ezer eurót fizet. Ebben a műsorban a szerencsét próbáljuk az élet minél több területén megkeresni, megmutatni. Zsuzsi, hogyha neked kéne megfogalmaznod élete legszerencsésebb pillanatát, mi lenne az? Hát mondhatnám most az, hogy veled ülhetek itt a Szerencse Híradóban, de ez nem lenne teljesen igaz. Elsősorban szüleimre, három testvéremre gondolok ilyenkor, meg hát a nagyikámra, aki egyébként minden héten megnéz engem ebben a műsorban. Szia, Nagyi! Csókolom! Érdekes módon nekem is a család jut az eszembe, hogyha a szerencsére gondolok, azt, hogy a szüleim megismerkedtek és egymásra szerettek, és ennek a gyümölcseként én is élhetek. Ez jó dolog. Nézzük, hogy az esztergomiak életében mit jelent a szerencse. Életünk legszerencsésebb pillanata az volt, amikor megismerkedtünk. Két nem nagyon jól sikerült házasság után
itt ismerkedtünk meg Esztergomban, és rá egy pár hónapra meg is tudtunk esküdni, úgyhogy ez... 6 éves házasok. Most voltunk 6 éves házasok. A sport miatt olyan emberekkel is megismerkedtem, akikkel azóta is jó barátságot ápolok, illetve olyan helyekre eljutottam, ahová amúgy nem biztos, hogy sikerült volna. Mit sportolsz? Futballozok. Mikor tavaly megszereztem a feketőves vizsgámat aikidóból. 17 éve aikidózom, 6 éves korom óta, és hát jó sok felkészülés kellett, hogy ezt megszerezzem. Most pedig következzen nézőjátékunk. Akik helyesen válaszolnak, azok igazán szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen 2 nyertesünk jutalma egy-egy sorsjegycsomag. A kérdés pedig, hogy az idei nyár első 100 darab víz kérdésére hány darab helyes választ kaptunk. Helyes válaszaikat a szerencsehíradó@ szerencsejáték.hu e-mail címre küldhetik el vasárnap éjfélig. Most pedig folytassunk második 50 másodperces kvízünkkel. Megkérem második játékosunkat, hogy mutatkozzon be. Matula József vagyok. József, mi volt élete legszerencsésebb pillanata? Mire emlékszik? Hát azt gondolom, amikor a feleségemet megismertem, 1983. Ha ezt hallanád, de hallja szerintem. Szabályokat már ismeri? Igen. Ha felkészült, akkor igen. Indítsd az órát. Melyik magyar szerencsejátékon ütötte meg 4 játékos és a főnyereményt júliusban? Joker vagy 6-os lottó? 6-os lottó. Joker. Melyik keresztnév illik mindegyik vezetéknévhez? Horgas, Nagykálózi, Csákány? Eszter. Eszter, egy jó válasz. Ma csütörtök 13-a van. Hány darab csütörtök esik idén 13-ára? Ez az 1 vagy 3? 3. Ez az 1. Ma 88 éves Fidel Castro. Melyik ország diktátora volt több mint 40 éven keresztül? Kuba. 2 jó válasz. Soroljon föl 4 Magyarországon őshonos fafajtát. Cser. Igen. Bükk. Igen. Tögy. Igen. Hát az akrác az talán, de... Az nem. Inkább így a... Nyár. Hűvösebb felé mennénk. Fenyő. Így van, az elnézmény. 3 jó válaszol, hogy gratulálok a 3 sorsjegycsomaghoz. Szeretnék a nyereményét. Nagyon szépen köszönöm. Képzeljenek el olyan építészeket, akiknek feltett szándékuk, hogy a világot élhetőbb helyé varázsolják. Évről évre összegyűlnek, és 10 nap alatt rengeteg fa és még több kreativitás segítségével egy adott probléma megoldására fókuszálnak. Ezen a nyáron a Hellowood táborban egy 21. században is élhető falu megalkotása volt a cél. Idén például már mind az 5 kontinensről több mint 30 országból voltak nálunk diákok és fiatal építészek, szakemberek, és több mint 25 egyetemről, a világ minden pontjáról, az Egyesült Államoktól, Dél-Amerikán át, Ausztráliáig, mindenhonnan érkeztek hozzánk. Oktatók és diákok egyaránt. A 6. alkalommal megszervezett tábor lakói 15 olyan épületet emeltek, melyek a jövő faluját alapozhatják meg. Van mozink, van közösségi ház, van főtér, egy nagy világító köztéri rendszer, vannak kommunikációs tornyaink, zuhanyzó rendszer, szent tér, tehát egy olyan különleges templom, ami felekezeteken túlmutat, mindenkit befogad. Ezek sokkal inkább kísérleti jellegű projektek, egy-egy gondolatnak a térbeli megvalósulásai, ebből később utána a következő hónapokban, években lehet olyan fejlesztéseket elindítani, amik valóban akár ilyen konkrétá válhatnak. Nagyon kevéssé figyelünk rá, legalábbis az építés szakmában, és mi ezzel az alkotótáborral szerettünk volna beleszállni ebbe a beszélgetésbe arról, hogy mi a falvak jövője. Az első Hellowood tábort Fortuna is segítette, hisz egy külföldi hasonló tábor maradt el, és az odakészült installációkból hozták létre a magyar verziót. A legnagyobb szerencsénk az az időjárás. Az egész program kültérre van kitalálva, teljesen lehetetlen helyzetbe kerülnénk, hogyha egy hétig esne az eső, úgyhogy ezt egy hatalmas szerencseként éljük meg, hogy évről évre végig tudjuk nyomni úgy a 8 napot, hogy sose viszel minket az eső. Ahogy megbarátkoznak az építészek vagy a fiatal szakemberek az anyaggal, és megismerik, hogy hogyan működik, és létrehozzák belőle ezeket az alkotásokat, az egy nagyon katartikus és egy tényleg egy igazán átalakuló folyamat. Kedves nézőink, a jövő héten a Szerencsehíradó az augusztus 20-ai ünnepi műsorrend miatt 15:10-kor kezdődik. Tartsanak velünk akkor is, hiszen elkészítjük az ország tortáját. A viszontlátásra!